Koszorúzás Kovács Mihály huszárezredes emlékére elsősöket fog tanítani Herceg kis Anna, kellemes gyógyvíz várja a fürdőzőket, anya-fia páros bántalmazta ismerősét. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. május 19-én 18 óra 5 perckor. A pandémia miatt csak szűk körben a járványügyi szabályokat betartva emlékeztek meg városunkban Kovács Mihály huszárezredesre. Nagykunsági köznemes családból származott. Az osztrák örökösödési háborúban a Jászkun huszárezred zászlósa. 1746-ban porosz szolgálatba szegődött, 1752-ben zászlós és 1757-ben másodhadnagy. A 7 éves háborúban az osztrákok ellen harcolt. 1761-ben kilépett a porosz hadseregből és Magyarországon keresztül Lengyelországba akart távozni. Mielőtt azonban átlépte a határt, az osztrákok elfogták és Bécsbe szállították. Mária Terézia szabadon bocsátotta, és őrnaggyá nevezte ki. Én körülbelül egy másfél évvel ezelőtt, még éppen a pandémia előtt vettem át a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület elnöki pozícióját, addig is igyekeztem lelkes aktív tagja lenni, és magam sem gondoltam, hogy amiután átveszem, sajnos ilyen körülmények között kell az elnöki teendőimet ellátni. Ennek ellenére nyilvánvalóan próbáljuk ápolni egyrészt a huszártiszt szellemiségét, annak hagyományait, nyilvánvalóan harcakhoz ugye emblematikusan kötődik. Másrészt én ennek az iskolának a diákja voltam, és mint volt kovácsos diák, úgy gondolom, hogy tartozom annyival a Holt iskolának, a kiváló tanári karnak, hogy a mai napig az iskolai szellemiséget is képviselem. Mindezek fényében talán a legkevesebb, amit tehetek, hogy minden évben megemlékezek a méltó tisztelettel, ugye a Kovács Mihály emléknapok alkalmával, az iskola alapítóról, az iskola névadóról, illetve magáról az iskolai szellemiségről. Tanáremberként egyébként én úgy gondolom, hogy a lokális kultúrát pedig ápolnunk szükséges, és mint ilyen a Baráti Társaság Egyesületet, a Kovács Mihály Baráti Társaság tagságába is igyekszek egyébként fiatalokat, öreg diákokat bevonzani. Nyilvánvalóan ezúton is megragadom a lehetőséget, felhívom rá a figyelmet, hogy a lehetőség adott. Volt kovácsosokat nagyon nagy szeretettel látunk, programokat tervezünk, aktívabb szerepet kívánunk a város életében betölteni. Az sem titok, hogy éppen készülőben van egy Kovács Mihály kötet, egy elég komoly, az Irényi Katonai Könyvkiadó gondozásában két nyelven, tehát angol és magyar nyelven teljes fordításban megjelenő kötet, amely akár Karcag, akár az ország számára ismertebbé teszi Kovács Mihály személyét. Tulajdonképpen akár e kötet szerzőjeként, akár az egyesület elnökeként, akár volt kovácsos diákként, én úgy gondolom, hogy lehetőségeimhez mérten igyekszem öregbíteni az iskola és a névadó kultúráját, hírnevét, hagyományait. 1773-tól 1775-ig 100 országban élt, ahol ismét érintkezésbe lépett lengyel emigránsokkal, elsősorban Kazimierz Pulaszki, Pulaszki Kázmér gróffal. 1776. augusztusában Olasz és Franciaországba távozott. 1777. január 13-án Franciaországból latin nyelvű levelet írt Benjamin Franklinnek. Amerikába távozott. Minden évben megünnepeltük méltó módon, évek hosszú sora óta a Kovács Mihály emléknapok keretében a Kovács kapunál lévő ünnepség sorozatot is. Ez mindenkor része volt a Kovács Mihály emléknapok programjának, mint ahogy most is, sajátosan a maga módján. Amikor létrehoztuk ezt az esemény sorozatot, kölcsönösen az iskolával, az akkori iskola vezetés nagyon készséges volt. Ezek mindenkor nagy-nagy rendezvények és ünnepségek voltak. Hát először is nagyon fontos, hogy ott van ez a csodálatosan szép Kovács emlékpark, benne a csodálatos Kovács kapuval, Györfi Sándor alkotásával, amelyre méltón büszkék lehetünk, és ez méltón egész évben várja oda a látogatókat. A városgondnokság mindig rendbe tartja, példaértékű a park, a környezete, és az ott lévő emberek, meg akik arra járnak, annak a városrésznek a lakói, mindenkor nagy-nagy örömmel
fogadták az ünnepséget is, és mindenkor büszkék arra, hogy ők abba a történelmi környezetbe élnek, élhetnek, és egy emlékhely, amely mindenkor emlékezteti őket az egykori hős katonára. És ez az emlék ünnepség, amely korábban, ahogy említettem, mindenkor az iskola tanulóinak részvételével, akkor a huszárok, akik mindenkor megtisztelték, mint ahogyan most is, és gyakorlatilag a város az ott lévő lakóknak az ott létével szerveződtek, és mindenkor mindenki nagyon örült, amikor ezen az ünnepségen részt vehetett. A mai helyzet az idei is sajátos, hiszen koszorúzásra került sor csupán, de ez is nagyon örvendetes, mert megemlékeztünk, ott voltunk, és a huszárok jelenlétével, az iskola vezetés, a tankerület vezetésével, az intézmény vezetésével, és természetesen a média jelenlétével emlékezettessé teszi. És ezt én köszönöm, és bízunk benne, hogy a következő évben bizonyára már eredeti formájában szervezhetjük. 1777 tavaszán érkezett Bostonba, jelentkezett az amerikai hadseregbe. Fogadta őt George Washington tábornok is, és 1778-ban az amerikai kongresszus javaslata nyomán a Pulaski légió kiképző tisztjének nevezte ki. Kovács készítette el az amerikai lovasság első szabályzatát. Előbb New Jersey északnyugati részén harcolt az angolok és az általuk felbiztatott indiánok ellen, majd Karolinába vezényelték Lincoln tábornok támogatására. Charleston ostrománál esett el, ahol szobrot is állítottak neki. Kovács Mihály huszárezredes, karcagi származású, itt született Karcagon, majd pedig elkerült Amerikába, Charlestonba, és ott élt a hivatásának, és a charlestoni csatában úgymond hősi halált halt. Őrá emlékezünk mindig ilyenkor májusban, hiszen az iskola, Kovács Mihály Általános Iskolai Tagintézmény 1992. május 11-én vette föl a huszárezredesnek a nevét. Ezért azóta minden évben az iskola, illetve a Kovács Mihály Baráti Társaság Egyesület és a Kovács Mihály Huszárbandérium közösen megemlékezik erről az évfordulóról. Én úgy gondolom, hogy Magyarország és kicsi hazánk Karcag is büszke lehet arra, hogy egy ilyen hős, egy ezredes, egy katonatiszt innen származik, és itt is ápolják, de hazánkban, ugye a fővárosban és már kint Amerikában is ennek komoly kultusza van, és megemlékeznek mindig Kovács Mihályra. Most a pandémiás helyzet körülményei miatt nem tudtunk nagyobb ünnepséget sem szervezni, illetve azok a versenyek, kiállítás sem került, illetve előadások megtartására, amelyek ilyenkor szokásosak, de igen, a gyermekek a tanórákon elővették ezt a témát a pedagógusok irányításával, és beszélgettek Kovács Mihályról, az ő életéről, illetve hogy az iskola miért is ünnepel ilyenkor május elején. A Szent Pál Marista Általános Iskolában szeptembertől az egyik elsős tanítónéni Herceg Kis Anna lesz. A Szent Pál Marista Általános Iskolában szeptembertől az egyik alsós tanítónéni Herceg Kis Anna lesz. Vele beszélgettünk arról, hogy miért ezt a pályát választotta, és milyen lesz az ő elsős osztálya. 2009-ben végeztem tanító testnevelés műveltség területen, és ugyanebben az évben kezdtem el kisújszálláson is dolgozni. Itt a Szent Pál Marista Általános Iskolában 2017. augusztusa óta dolgozom. Diplomám megszerzése előtt nagyon sokat nyaranta gyermekfelügyelettel foglalkoztam, kint a berekben, a fürdőbe gyerekekre vigyáztam, a kisfürdőbe, és számomra valahogy azt az érzetet keltette, hogy ilyen kisgyermekekkel foglalkozzak. Karcagon nagyon jól érzi magát. 4 éve,
kislánya miatt is váltott települést és iskolát. Azért kellett váltanom, mert nagyon sokszor szinte este érkeztem haza, és akkor már volt egy gyermekem, Anna, aki most első osztályos, és ilyenkor vagy édesanyám, vagy a férjem vigyázott rá, és úgy gondoltam, hogy itthon, hogyha itthon hazajövök, akkor hamarabb hazaérek. Nagyobbik lánya Anna első osztályos, Léna pedig 18 hónapos, aki egy eleven kislány, vele van most jelenleg otthon. A legtöbb időt kint a szabadba töltjük. Hát nem mondhatnám, hogy azt lehet mondani rám, hogy szigorú vagyok, mint tanítónén, hiszen hazaviszem. Hazaviszem, és sokat követelek tőle. Tudom, hogy nem szabadna, de ez valahogy a véremben van. A tanítónő sokat követel lányától, Annától is, aki néha azt kéri tőle, most az édesanyja legyen, és ilyenkor ő átvált a tanulásban tanítónőből szülővé. Nem mindig szereti, legtöbbször van, amikor azt mondja, hogy ne tanítóként legyek, hanem mint anya, és akkor ilyenkor félreteszem, és átváltok szülővé. A kikapcsolódást a családnak a kerékpározás jelenti, de sokat sétálnak is. Nagyon szeretünk kerékpározni. Legtöbbet hárman megyünk, a férjem is szokott bekapcsolódni, de hát ő otthon nagyon sokat dolgozik, ezért a lányokkal ki Berekfürdőre szoktunk kerékpározni, valamint itt a városba, és sokat sétálunk, mert azt is nagyon szeretik. Míg Anna egy nyugodt 7 éves kislány, aki szorgalmas tanuló, addig a kicsi Lénával még sokkal több probléma van, de ősszel már ő is közösségbe megy, hiszen édesanyja jön visszatanítani. És mire számíthatnak majd az elsősei? Mivel testnevelés művetségterülettel rendelkezik, nagyon szeretem a mozgást, hogy minél többet mozogjunk, ezt a tanításba is beviszem, valamint itt van számunkra nagy udvar, ahol játszótér is van kialakítva, valamint a pedagógusaink ugróiskolákat festettek fel, amelyet a gyerekek nagyon szeretnek használni. Augusztusban a Gólya Fióka programra a Lendő elsősei a szüleikkel együtt jönnek el, ahol játékos feladatokkal ismerkednek meg osztálytársaikkal, tanítójukkal, osztálytermükkel és az iskolával. Magában ebbe az online oktatásba a kislányom által vettem részt, és nagyon látom, hogy számukra fontos, hogy a tanítónő jelenlétébe tanuljanak, mivel sokkal nehezebb otthon a szülő által tanítani, mint itt vagyunk a gyerekekkel, és szinte közelségből tanulják. A múlt héten már beszámoltunk róla, hogy újra várja a fürdőzni vágyókat a Bereki strand. Most a vendégeket kérdeztük. A hirtelen jött jó melegben hogyan élvezi a strand, nyújtotta lehetőségeket? Hát nagyon élvezem, hál' Istennek, már nagyon hiányzott mindenkinek. Szerintem... Mit szól ahhoz, hogy ilyen hirtelen lett a jó időt? Hát már nagyon régen vártuk volna tulajdonképpen, de most sikerült, hál' Istennek. Itt szól ahhoz, hogy a holnapi nap folyamán már idegebbre fordul az idő? Már mi 2 nap kifürdöttük magunkat, hál' Istennek. Mit szól ahhoz, hogy most már jöhetnek strandra a látogatók? Hát ez nagyszerű dolog. Már hiányzott, mint ahogy említettem is már. Nagyon. Elindult a szezon, érkeznek-e már a vendégek? Hát igen, lassacskán, de azért látogatnak hozzánk. Ugye még üresek a medencék, de a fedett, meg a kék medence az nyitva van, de azért kajára lejönnek. Érzik az illatot, amit főzök, úgyhogy ezt imádják nagyon. Miket keresnek, milyen ételeket? Hát ez a kunsági ételek, birkapörkölt, babujás, toroskáposzta, csülökpörkölt, rétes, pizza, kenyérlángos, itt látvány, konyha meg pékség, vagy sütőde, mert ugye látszik az egész a... Itt a vendégekkel elősütünk, főzünk mindent. Korábbi sérelmüket garázdassággal és testi sértéssel zárták le. Az elkövetőknek a rendőrkapitányságon kellett számot adniuk cselekményükről. Egy helyi lakos tett bejelentést a rendőrségre, mert ismerőse Jász Apátin lévő családi házánál megjelent egy 39 éves nő a fiával a délutáni órákban, és az ingatlan utcafronti dupla szárnyas ablakát egy sziklakerti kővel betörték. A nő fia az épületből kilépő tulajdonost ököllel egy alkalommal megütötte,
amitől a bántalmazott elesett, és beütötte a fejét a sziklakert szélébe. A nő és a fia ezt követően távoztak a helyszínről. A bántalmazás során a sértett az elsődleges orvosi vélemény szerint könnyű sérülést szenvedett. A rendőrök elfogták és előállították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személyeket, akiket garázdaság és könnyű testi sértés vétség miatt kihallgattak. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!